Gyerünk Bamakóba, jó utat! Január 12-én pontban délután 2-kor felcsaptak a lángok, repültek a konfettik, és hatalmas üdvrivalgás közepette elkezdődött Magyarország legnagyobb kalandrallia, a Budapest-Bamako. A verseny idén is hű volt a saját mottójához, miszerint bárki, bármivel, bárhogy. A startvonal előtt csigázó sorban ugyanis nem csak hatalmas terepjárók álltak, hanem trabantok, ladák, sőt még egy régi mentőautó is. A volánnál pedig vikingnek, gésának vagy éppen titkos ügynöknek öltözött indulók várták a rajtot. Egy volt közös bennük, hónapokig készültek az embert próbáló megmérettetésre. Hát nagyon nem kell bíztatni egymást, mert azért már napok óta erre készülünk elég intenzíven, hogy most már tényleg másodpercek vannak és indulunk, jó buli lesz. A Budapestről a gambiai Banjulba vezető 8629 kilométeres távot 14 nap alatt kell megtenniük a versenyzőknek, hegyeken, pusztákon és sivatagokon át. Idén is három kategóriában lehetett indulni. A profi autóversenyzők egy Dakar rallyhoz hasonló kemény útvonalra nevezhettek, a túra kategóriában pedig kétkerék meghajtású autókkal is részt lehetett venni. Annak, aki valamilyen vicces vagy szokatlan járművel érkezett, és ezáltal tovább erősítette a Bamako szellemiségét, még részvételi díjat sem kellett fizetnie. Ezúttal a fesztiválos táncával országos ismertséget szerző valóságshow-sztár Pumpet Gabó döntött úgy, hogy vállalja a kihívást. Hát az útvonal az elég hosszú, ez majdnem 9000 kilométer. Szerintem Európában itt nem lesz probléma, hogyha, de csak akkor... mit nem tudunk mit csinálni, tehát gyors hajtás, és akkor maximum megetenek a rendőrök. De hogyha átérünk Afrikába, és bemegyünk a sivatagba, az ilyen elhagyatottabb helyekre, és ott vannak ilyen határátkelések, meg én ott hallottam, hogy vannak ilyen utonállók, meg mindenféle ilyen veszélyes dolog. Hogyha ott mondjuk valakinek nem vagyunk annyira szimpatikusak, akkor ott ki tudnak velünk szúrni. De hát ebben ez az izgalmas, hogy magunkra vagyunk utalva, a mi kreativitásunkon és az eszünkön fog múlni az út. Aminek nagyon örülök, hogy van egy ilyen itiner, egy versenyleírás, amit mindenkinek kötelező elolvasni. Hát én ezt szót nem olvastam bele, és annak örülök, hogy a csapattársam ezt megtette, és profi megtanulta az egészet kívülről, belülről, úgyhogy szerencsére. Hogyha egy olyan gyerekkel lennék összezárva, mint én, akkor biztos, hogy nem érnénk be a célba, és eltévednénk valahogy. A versenysorozatot 12 évvel ezelőtt indította útjára Szabó Gál András, ismertebb nevén Villám Géza, üzletember és rádiós műsorvezető. Eleinte még csak 42 csapat indult, manapság viszont már 4-500-an állnak rajthoz a világ minden pontjáról. 2016 óta csak két évente tér vissza a Rally Afrikába, 2017-ben és jövőre is Mexikóban gyűlnek össze az amatőr autóversenyzők és a profi kalandorok. Van a Bamako Spirit kategória, és a Bamako szellemiségét megőrző autók jöhetnek ebben a kategóriában, és a Bamako szellemisége az, hogy bárki bármivel, bárhogy. A Bamako az úgy indult, hogy én nem akartam elindulni a Dakaron, mert azt mondtam, hogy túl sokba kerül, túl nagy technikai felkészültség kell hozzá, és hamar kiszórják az amatőr résztvevőket. És ebből született meg a Budapest-Bamako ötlete, és azt mondtam, hogy induljunk el egy vacak csotrogánnyal, amit ott lehet hagyni a végén, amit ha kell, akkor el lehet dobni, és ez a szellemisége. Nem az számít, hogy milyen autóval jössz, hanem az, hogy kellő lelkesedéssel, kellő kalandvágyal induljál, és ezért van a Spirit kategória, ahol nevezési díj nélkül lehet indulni, tehát ők nem fizetnek nevezési díjat, hanem ők egy ilyen hagyományőrző kategória, mondjuk így. A Budapest-Bamako idén is különös figyelmet fordít a jótékonyságra. Az indulók maguk is vihetnek adományokat a fekete kontinensre, de a szervezők vállalták, hogy a bevételből kutakat ásnak a legelmaradottabb falvakban. A január 9-én megrendezett Bamako buli teljes bevétele is erre a célra ment. A versenyt persze több szervezet is segíti pénzzel és adományokkal. Szinte a kezdetek óta a rally legfőbb együttműködő partnere a Magyar Afrika Társaság, amely komoly humanitárius munkát végez több afrikai országban is. Az AHU idén is több busznyi adományt indított útnak a mezőnnyel. Verseny mi részünkről nem lesz, mi végigmegyünk az útvonalon a túra kategóriában, illetve a charity adomány útvonalat követjük. Elindul a Magyar Afrika Társasággal kapcsolatban egy terautó, amely szállítmányt visz, és a mi feladatunk a szállítmányt követni, segíteni határon, bármilyen elakadáson, ügyintézésben,
és a helyszínen pedig az adománynak a szétosztása. Tehát megjelenünk, átadjuk az adományt, segítünk esetleg olyan helyszínre eljutni az autóval, nekünk ugye terepjárunk van, ahol esetleg a terautó nem jut be. Hát nagyjából ennyiben különbözik. Lényegében hasonló az útvonal, de amikor feladat van, akkor csatlakozunk a kamionhoz, és neki segítünk. Persze az sem mindegy, hogy mi jut el a rászorulókhoz. Ezért Balogh Sándor, az AHU alapítója, a verseny sajtótájékoztatója után a tudatos és átgondolt adományozás fontosságát hangsúlyozta. A tökéletes adomány, és itt is óva intenék mindenkit attól, hogy az adományozást úgy értékelje, hogy az a lomtalanítással egyezik, nincs szükség téli kabátokra, nincs szükség magyar nyelvű mesekönyvekre, nincs szükség videokazettákra, amelyek porosodnak a polcon, ezeket sajnos nem tudjuk használni, ezeket is átvesszük, de ezeket itthon Magyarországon próbáljuk elhelyezni olyanoknak, akiknek még segít. Nincs szükségünk disznóból készült ételekre, hisz ezek az országok hagyományosan muzulmánok. Nincs szükségünk plüssbabákra, bár játszani szeretnek az ottaniak is, de ott még nem a plüssbaba az értekük, és nem az, amitre vágynak, hanem az a vaskarika, amit egy vaspálcával lehet tekergetni, egy labda, vagy egy olyan játék, amely egy bűvös kocka, ezekre szükség van írószerekre, írólapokra, minden olyanra, amivel oktatni, tanulni lehet, és szükség van egészségügyi eszközökre, még akár a legegyszerűbb fogorvosi fogóra, vagy a legegyszerűbb stetoszkópra, hisz ezekben hiány van, hisz az országok jó része, vagy egy része még nem jutott odáig, hogy az orvosait felszerelje. Nincsen olyan szociális háló, bármennyire kritizáljuk is az itthonit, mint itt. Nincsenek kórházak, nincsenek orvosok. Van olyan ország, ahol 1 millió emberre egy darab fülorgégész jut. Én azt gondolom, hogy rengeteg mindent tudunk segíteni, de kérem azt mindenkitől, hogy ne lomtalanításként, ne próbálja úgy az adományozást, akár az önmaga lelkében is álcázni, hogy közben megszabadul felesleges tárgyaitól. A mezőny január 28-án érkezik meg Európán, Marokkón, Mauritánián és Szenegálon át a gambiai fővárosba. Szorítsunk értük, hiszen a kalandorok csak magukra és a leleményességükre számíthatnak a hosszú úton. Itt ugyanis nincsenek mentőhelikopterek vagy tolmácsok, csupán néhány szakadt térkép és szótár, illetve egy ásó a hátsó ülésen.